Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ma nekem korán kelős napom volt. Na, nem azért, mert hogy kellett volna korán kelni, hanem egyszerűen kidobott az ágy. Mert úgy éreztem, hogy most van valami mondani valom, valami olyan, amit szeretnék veletek is megosztani. Képzeljétek el a következő képet, helyzetet, hogy van egy gyönyörű fotótok, egy gyönyörű kép például, és ezt szeretnétek föltenni a falra, mert ez a kép nagyon sokat jelent a számotokra. Szerettetek van rajta, vagy egy táj, ahol annak idején nagyon-nagyon jól érezted magad, és nagyon-nagyon sok kellemes emlék jön föl, ha ránézel erre a képre. Elönti a szívedet a melegség, és nagyon-nagyon jól érzed magad akkor, amikor ránézel a képre. Történhet veled a napközben bármi az égvilágon. Ha erre a képre ránézel, akkor egyszerűen elmúlik minden rossz érzésed. És szeretnéd, hogy ez a kép felkerüljön a falra. És ott állsz a fal előtt, már ki van mérve, hogy hova akarod föltenni a képet, és kezedbe veszed a szöget, meg a megfelelő eszközt hozzá, amivel bevered a falba. Most miért mondom ezt, hogy a megfelelő eszközt hozzá? Mert hát mindenki tudja, hogy a szöget a falba kalapáccsal szoktuk beütni. Na de hát be lehet ütni a szöget a falba más dolgokkal is, nem? Hát például egy csavarhúzó nyelével, villáskulccsal, csőfogóval, vagy bármivel, ami otthon a szerszámos ládába, vagy a szerszámosok között megtalálható. Szöget sok mindennel be lehet ütni, mégis a kalapácsot használjuk. Miért a kalapácsot? Azért, mert a szögbeverésnek, a szögbelövésnek két jó szerszáma van, az egyik maga a kalapács, a másik pedig a szögbelövő. De hát szögbelövő az nem mindenkinek van, sőt, nagyon kevés embernek van szögbelövője. Ezért mondom, hogy a kalapács az, amit ilyenkor használni szoktunk. Ha most odailleszted a szöget a falhoz, ugye, hogy beüssed, és akkor elkezded szépen óvatosan kopogtatni, hogy úgy egy kicsit megálljon a szög a helyén. Aztán egyre erőteljesebben, de még tartod a szöget, mert félsz attól, hogy el fog görbülni, miközben beütöd. És akkor egyszer csak egy jó húzósat, egy jó keményet ráütsz a saját ujjadra. Hát mondjuk elmondod a mi atyánkot, ugye magyarosan, ahogy az kell. De aztán utána mi történik? Lemondasz arról, hogy ez a kép felkerüljön a falra? Eldugod a képet valahová? Egy fiókba, vagy egy szekrény háta mögé? Vagy mit fogsz csinálni? Hát gondolom, hogy nem. Gondolom, hogy akkor okosabban állsz neki, hogy beüssed a szöget a falba. Például elkezdesz egy fogót használni, tehát egy fogóval fogod meg magát a szöget, és úgy ütöd be a szöget a falba. Mert így akkor nem probléma, ha mellé ütsz, nem a kezedre ütsz rá, hanem a fogóra. És azt meg akkor nem fáj neked. Na, tehát akkor a lényeg az, hogy ahhoz, hogy egy ilyen egyszerű műveletet megcsináljál, ahhoz szerszámok kellenek, a megfelelő szerszámok. Ugyanez igaz magára a network marketingre és a hálózati marketingre is. Itt is a megfelelő eszközök használata ugyanolyan fontos, mint bármelyik másik szakmában. Ugye az autószerelőnek csavarfogó vagy csavarkulcsok kellenek, a vízszerelőnek a csőfogó, a festőnek a pemzli, ugye? Tehát minden egyes szakmának megvannak a maga szerszámai, és nagyon nem mindegy, hogy ezek a szerszámok, ezek hogy dolgoznak neked. Anno annak idején, hát még a régi hagyományos hálózatépítésben az eszközeink azok a különböző kazetták voltak, akkor később aztán jöttek a CD-k, aztán a DVD-k. Ha most meg már ugye a megfelelő eszköz az a internet. A
a közösségi média és a többi ilyen hely. Blogolás, ugye ez is egy olyan eszköz, amit nagyon sokan ajánlanak ahhoz, hogy téged megtaláljanak. Azt kell megfigyelnem, hogyha te tényleg a megfelelő eszközt akarod használni a network marketingbe, akkor nagyon sok különböző szerszámra van szükséged. Tehát használhatod például azt, hogy megveszel egy listát. Mert ma már minden gond nélkül vannak olyan szoftverek, amelyek különböző közösségi portáloknak a feliratkozóiból, a különböző csoportokból névlistákat konvertálnak, és ezt a szoftvert árulják, ezt meg lehet venni. Havi $67, mindenféle közösségi oldalról, YouTube-ról, Facebook-ról, bárhonnan le lehet venni a különböző csoportokban lévőknek az e-mail címét, és meg lehet őket szólítani. Na de ha te nem akarsz kéretlen leveleket küldözgetni, akkor ugye neked más eszközre van szükséged. Kell neked egy olyan hely, ahol az emberek elküldhetik az üzenetüket neked, hogy őket érdekli az a téma, amiről te beszélsz. Tehát ehhez kell egy feliratkozó panel. Aztán kell egy olyan rendszer, amelyik a te válaszodat elküldi. Hát ez lehet egy levelező rendszer, tehát ezt is használhatod végül is. Vannak ingyenes megoldások bőven, dögivel. És vannak olyan megoldások, amelyek azt sugallják, azt mutatják a te jelentkezőidnek, hogy te igenis profi vagy. Te egy olyan személy vagy, aki sokat ad arra, hogy azok, akik feljelentkeznek hozzád, azok azt lássák, hogy te tényleg tudod a dörgést. Tudod, hogy mi kell ahhoz, milyen eszközök kellenek ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban eredményt érjenek el a te jelöltjeid, vagy csatlakozóid. Két statisztikát szeretnék neked ezzel kapcsolatosan mondani. Az egyik az az, hogy amit megfigyeltek, hogy egy ember egy ilyen hálózati marketingbe átlagosan, tehát az emberek átlagosan kettő és fél embert hoznak be egy-egy ilyen csoportba. Tehát ez az egyik statisztika. A másik statisztika pedig az, hogy az, aki csatlakozik, az az első 17 napjában a legaktívabb. És aztán, ha ez alatt a 17 nap alatt nem sikerül neki valamilyen eredményt elérnie, akkor igen nagy részük ezeknek az embereknek lemorzsolódik. Nem mindenki, mert vannak elszánt és nem azt mondom, hogy mindenre hajlandó, hanem olyan emberek, akik nem adják fel egy könnyen, de a legnagyobb többség, hogyha 17 napon belül nem lát valamilyen eredményt, akkor bizony elbizonytalanodik, és aztán abba is hagyja magát ezt a fajta üzletet. Ahhoz, hogy ez ne történjen meg, ahhoz neked profi eszközökre van szükséged. Egy olyan fogóra, amelyik stabilan meg tudja fogni a szöget, és egy olyan kalapácsra, amelyik elég hatékony ahhoz, hogy tényleg néhány ütéssel be tudjál ütni egy szöget a falba, és fel tud tenni azt a képet, amit nagyon szeretsz. A te fejedben is van biztosan egy kép avval kapcsolatosan, hogy te hogy szeretnél élni. És biztos vagyok benne, hogy amit most minden napokban megélsz, az számodra nem minden egyes alkalommal, nem minden egyes pillanatában tökéletes. Nem mindig perfekt, hogy így mondjam. Ezért én azt tudom neked mondani, hogy ha igazándiból profi eszközöket akarsz használni, olyan áron, ami elérhető, megfizethető, tehát mondhatnám azt, hogy most akkor bementél egy profi szerszámboltba, ahol profi szerszámok vannak, és ugyanolyan áron, mint hogyha egy barkácsboltba mennél be, ahol ilyen tömegáruk vannak. Tehát ugyanolyan áron meg tudod venni a profi szerszámokat, a profi eszközöket. És
Ez a profi eszköz most jelen pillanatban a M30, tehát a Magic30.info sorozat, amely gyakorlatilag egy olyan rendszert ad a kezedbe, amit egy-két órán belül üzembe tudsz helyezni, saját magadra, személyedre tudod szabni, és egy héten belül eredményeket hoz. Feljelentkezőid lesznek, csatlakozóid lesznek, és akár már pénzt is kereshetsz. Egy héten belül. Na, hát, hogyha téged érdekel ez a profi rendszer, akkor szépen kérlek, hogy vagy fölöttem, vagy alattam, még egy, nem tudom eldönteni, hogy hol, de találsz egy ilyen feliratkozó formát, csatlakozzál, és ismerd meg ezeket az eszközöket. Egyelőre még mindenféle elkötelezettség nélkül, teljesen díjmentesen, és ha úgy gondolod, hogy ez neked is tetszik, hogy ez tényleg valami más, mint amit idáig neked mutattak, vagy amit idáig láttál itt a network marketinggel, a hálózati marketinggel kapcsolatosan, akkor örülnék neki, hogyha ezt jeleznéd nekünk. Vannak különböző űrlapok, ezeket ki tudod tölteni, és elkezdhetünk beszélgetni erről az egész témáról. Pontosabban arról, hogy az a kép, amit te annyira szeretnél, amit annyira vágysz, ami neked olyan sokat jelent, az hogy kerülhet fel a falra. Köszönöm szépen a figyelmedet, további szép napot kívánok neked, szervusz!